szűz tengelyben kerül a legrosszabb helyzetbe. Tehát amikor mi magyarok nyilas szellemiséggel és ikrai testiséggel lépünk a történelmi színpadát, ne csodálkozzunk, hogy ebben a korszakban az elképzelhető legrosszabb helyzetbe kerülünk. És ezt pontosan kell tudni egy magyar királynak, mert Nagy Lajos akármilyen származék volt, mint Attila utód, igenis ezzel a programmal érkezett a magyar trónra. Tehát azt jelenti, hogy neki tudnia kellett, hogy egy olyan korszakon kell átvezetni a nemzetét, ami ennek a nemzetnek az alapprogramja szempontjából az elképzelhető legkedvezőtlenebb. És ezért kell megtanulni azt, hogy milyen kozmikus és egyszersű üdvtörténeti jelentőségű az az örökség, amit ő átvett, amikor a magyar trónt elfoglalta. Tehát minden esetre ezzel indít az Attila képcsoport. Én most abban a sorrendben vetítem a képeket, ahogyan a kronikában előfordulnak. Kérem a következőt. Na most, ha valaki formális szempontból vizsgálgatja ezeket a képeket, azt mondja, ez lehetetlen. Lehetetlen, hogy az előbbi nagy ilyen generózus, tehát ilyen sugárzó egyéniség, aki ráadásul inkább piknikus alkat, mint aszténiás, tehát lehetetlen, hogy ugyanaz a személy legyen. Na most tessék, megfogodkodni, ugyanaz a személy. Tehát itt ugyanúgy Attiláról van szó, hol teljesen más típus. Erre mondják A variáció vidéki kettes számú versenő részére, azt mondja, műhelyváltozás volt. Tehát egy másik miniátor vette át itt a munkát. Kettő, hát ez bizony bunkó magyar mester volt. Na most, tehát nem tudta egy lappal odébról ide lemásolni azt az arcot, ami ott még valahogy mégiscsak sikerült. Tehát ez a két lehetőség, a más nincs. Tehát ilyen nincs, hogy mondjuk itt bizonyos alaptulajdonság fejeződnek ki, ha ez nap tulajdonság volt, amit az előbb láttunk, na most akkor beesett arc, sötét, szakál, rendkívül szigorú nézés, ez a bácsi, akit megjelenik, ez nem tud megbocsátani. Ez számon kérni tud. Most a bolygó közül melyik ez? Sötét. Lassú. Tessék megnézni, nincs lába. Nem tud mozogni. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyon lassú. Természetesen a Szaturnusz. Na most erre már lehet vétozni. Jó, de a nap után nem a Szaturnusznak kéne jönni, hanem vagy a Holdnak kéne jönni, vagy a Merkurnak. Nincs több lehetőség. És erre mondja az ember, hogy állj meg. Ő nem baktai előnytől tanult az asztrológiát. Itt nem arról van szó, hogy most jelesre akarsz vizsgázni, hanem arról van szó, hogy valamit el akarok neked mondani, de ha nem figyelsz rá, hanem állandóan kioktatsz és jobban tudsz, nem fogod megtanulni. Tehát először az energia gócnak kell megjelenni. Ez a nap. Utána a külső határnak kell megjelenni. Ha ezt a határt nem vonom meg, szétfolyik az energia és nem lesz élet. Nem tud megmaradni önmagával azonosnak az élet ebben a régióban, ebben a kozmikus környezetben. Tehát az első, hogy az energiabázis megteremtődjék, működésképes legyen, és utána, hogy a határai kijelölődjenek a működésnek. Na ez a Szaturnusz feladata. Ő a küszöb őre. Jön a következő, kérem a következő. A harmadik még őrzi a szigorúságát, de megint egy harmadik arc. Jól láthatóan, most miután a kardja egy egészen jellegzetes formát mutat, ezt a kartformát mi nagyon jól ismerjük a művelődés történetéből, ez mindig a hold tulajdonságok kifejezője. Tehát ez a görbülő, de kicsit ki is szélesedő kart. Most erre jön ugye a viselet történész, megvédte, ez nem a hold, kérem, ez és ez az áll változata ennek és ennek a karttípusnak. Persze igazad van. Ennek semmi köze ahhoz, hogy mit jelvén, mit fejez ki. Mert tarthatna a kezébe például egy golfütőt is. De nem azt tartja, hanem ezt tartja. Tehát ezeknek bizony jelzésértékük van, és miután ezek nagyon kicsi képecskék. Itt tényleg csak az ábrázolódik, aminek jelentése van. Semmi fölösleges nincs. Tehát bizony a harmadik a hold, és a hold, ahogyan a Szaturnusz a külső határt jelöli ki, úgy a hold a belső határt. Tehát van egy energiaszolgáltató bázisunk, van egy külső határunk és egy belső határunk. Innentől kezdve teljesen nyilvánvaló, hogy nem a mai értelemben tudományos világkép fogalmazza meg
a bennünket körülvevő legközelebbi kozmikus térség működését, hanem egy emberközpontú. Miért? Mert csak a Földhöz viszonyítva a legbelső, a Hold és a legkülső a Szaturnusz, és csak is a hét bolygórendszer keretében, amelyben a Nap és Hold is beletartozik. Tehát tökéletesen lehet érteni, hogy na most, ha a Holdnál közelebb még a Naphoz, az azt jelenti, hogy megégsz. Ha a Szaturnusznál kijednék, akkor megfagysz. Tehát neked a kettő között kell valahogy kialakítani az életed, és ehhez segítünk hozzá további bolygó tulajdonságunkkal. Kérem a következőt. Tehát sorrendben most Aquileia bevétele következik. Most itt ugye egy rohamozó és a fehér ló nagyon fontos, mert ez azt jelenti, hogy végig a legtisztább nyilas tulajdonság az, amelyik működésben van, tehát amelyik hordozza a további tulajdonságot, további résztulajdonságot. És miután itt a nyilas nemzetéről van szó, tehát itt nem az umbriaiakról van szó, nem a svédekről van szó, a magyarokról van szó, tehát nekünk végül is az az érdekes, hogy a fehér ló mit hoz. Egyáltalán hoz-e valamit, hogy jó-e most éppen a fehér ló helyzete egy adott történelmi pillanatban, vagy pedig például ebben az esetben én fehér lóval nem nagyon ostromolnék, nem nagyon rohannék neki falaknak. Be fogja venni, tehát nem kétséges, a leírásból sem, meg hát azért a szituációból is fog következni. Egy biztos, hogy itt valamilyen erőhatás egy gátnak az áttörésében, egy falnak az áttörésében talán egy kicsit túl jól sikerült. És az ember tudja, hogy Attilát egy bizonyos forrás, ez a lengyel-magyar krónika, egyfolytában Aquilának nevezi, Aquilának vagyis Sasnak. Aquilea nevében pedig bármennyire is Aquilegia névre vezetik vissza, azért az Aquileában mégiscsak az Aquila névre élik. Mert egyébként az etimológia egyik nagy, hogy mondjam, csak erénye az, hogy összetartozó dolgokat pillanatok alatt úgy tud szétválasztani, és soha többet közöttük a lényeg összefüggés nem ismerjük fel. Valószínűleg ezért is hívták létre az etimológiát, mint tudomány. Tehát ő megmagyarázza, hogy az Aquileának semmi köze nincs az Aquilához, tehát a városnévnek a Sashoz. Mire az ember tisztele, és azt mondja, az akadémia arra van, arra, rossz helyen mondta. Ott osztják ezért a díjat. Így még tapsolni sincs módomban, mert én ezzel nem értek egyet, sőt, ostobaságnak tartom. Na most, tehát ezeket azért kell tudni, mert persze, hogy én is tudom, hogy az Aquileia név a jelenlegi álláspont szerint az Aquilegiából származik, amit akkora szóra, tehát a vízre vezethető vissza. De akkor is Attila nevéhez kapcsolva mindig az Aquilaságnak, tehát egy sas tulajdonságnak a jelenlétét és kísértő jelenlétét fejezi ki. És hogy kapcsolódik Attilához Aquila, ha egyszer Attila nyilas tulajdonságokat testesíti meg? És a nyilas népének a tulajdonságait képviselve, hát mutat példát az utódoknak. Hát úgy, hogy a nyilasi csillagkép fölött a tejútban, ott van a sas csillagkép. És a sas csillagképet, ha én lehozom a földre, akkor az már nem a nyilasba fog érkezni, hanem a bakba. És abban a pillanatban ő pusztító erő válik. Tehát nagyon vigyázni kell, megkövesít, és pusztító erő lesz. Tehát nagyon vigyázni kell, hogy egy magas rendű, tehát tejútban lévő minőséget úgy hozzak le, hogy abból ne váljon se túlságosan megkötő erő, tehát egy város, ami körbe falazza a lehetőségeinket, se pedig pusztító erő. Most itt pedig szemmel láthatóan ez a zárt kör nem engedi az emberi minőséget kiteljesedni. És erre jön Attila szerepében az, hogy akkor törjük át ezt a várfalat, szabadítsuk ki belőle az életet. És hogy sikerül ez? Úgy, hogy végül is nyergeket, tehát a lónak a nyergét halmozzák föl a várfalak mentén, ezeket meggyújtják, és akkor ettől a hatalmas hőségtől megrepedeznek a falak, és így tudnak áttörni. Már lehet érezni valamit, ez egyébként a szövegben, ha utalásszerűen is, de benne van. Tehát minden esetre egy biztos, hogy valamit energiából túladagoltak. És ez pontosan a Marsnak a veszélye. Tehát ez a marsi tulajdonság.
azonnal alatta, kérem szépen, tehát még közvetlen a két halat. Na most ez viszont elég egyértelműen elárulja, hogy a következő bolygó minőség, amelyik harmóniát kellene, hogy biztosítson, ez a Jupiter. Tehát ilyenkor visszaállítani egy működésrendet, ami széttört még hozzá darabokra, ez tényleg csak a jupiteri tulajdonság tud. Most erre mondhatják, hogy igen, de hát ennek az arca, ennek az alaknak megint egyikre sem emlékeztet a korábbiak közül, és hát eléggé egyértelműen majom pofája van. Tehát ahogyan ránk néz, ez a belső arca majom, és ha én nagyon akarom a sörényét is belelátni, legfeljebb oroszlánig juthatok el. De nem emberi jellegű az arca. És ez kétségtelen tény. Tehát minél inkább kinagyítom a képet, annál világosabb, hogy ez a két tulajdonság süt át rajta. Most azt tudni kell, hogy a majom az a keleti zodiákusban a vízöntőnek a jelzőállata. A vele szemközt lévő pedig az oroszlán. Tehát itt megint egy tengely lép be, és ez a tengely a precesszióban bizony be tud lépni. Tehát ez azt jelenti, hogy ez közvetlenül a halak szűztengely mellett van, és bele is szól annak a működésébe. Hál' Istennek! Különben nagyon-nagyon nagy bajok lenne. És még egyet látni lehet, hogy bármennyire is a szöveg a kronikának, meg egyéb forrásoknak is turult, tehát egy kerecsen sólyom félét említ a Attila pajzsán és zászlaján hát jelenlévő állatként. Ennek az alakzatnak hát inkább egy fekete, de nem ragadozó, vagy legalábbis nem jellegzetesen nagy testű ragadozó, vagy könyörtelenül ragadozó állatra, hanem inkább egy kicsit, és ez a későbbi változatokban egyre hangsúlyosabb, inkább a holló felé megy el. Tehát a feketessége folytán folyamatosan hollósodik el. Most amikor már Mátyás számára Túróci, tehát Túróci János, aki nagy részét a saját krónikájának a képes krónikából veszi át és viszi tovább, de nagy részét. Tehát ő például már ezen a helyen nem is ennyire, hanem kifejezetten hollószerűnek jeleníti meg az Attila nála zászlaján megjelenő állatot, tehát madár alakot. Ez azt jelenti, hogy fokozatosan hollósodik a Turul. Ugyanis ha leszáll, mert a Turul egyébként az Atairnak a megfelelője, tehát a sas csillagkétnek a fő csillaga, ez képviseli a Turul tulajdonságot. De ha ez leszáll a föld szintjére, akkor ez a környezetében valamelyik állatöri tulajdonságot kell, hogy magára öltse, csak úgy tud közvetlenül hatni. Most oda a legközelebbi olyan madár, amelyik még összevethető vele, az bizony a holló. És az már a vízöntőbe tartozik. Tehát azt jelenti, hogy a vízöntő második holtháza. És azzal szemben az oroszlánban a vízöntőnek az egész hónapját meg a majom fejezi. Tehát ez azt jelenti, hogy valaki majd ezt az Attila tulajdonságot olyan fogja kiteljesíteni, akinek a címerében már nem Turul lesz, hanem Holló. És őt fogják második Attilának nevezni. És ki az? Mátyás király természetesen. Tehát ő maga is, de elsősorban a kortársai, tehát a tisztelő is, meg az ellensége is második Attilának nevezték. Tehát lehet érezni, hogy elindul valami, hát rengeteg példája van a képes kronikában annak, hogy előrejelzéseket ad. És éppen Attila történetében ezeket rendre kisutatja Szántai Lajos ebben a bizonyos kommentár szövegében, amit most olvashatunk a képes kronika új kiadásában. Tehát minden esetre a Jupiterről azt kell tudni, hogy két erőben léti helye van. Az egyik az az explicit, a kifejtett, a nagyon ismert, az a rákban van, a rák kellős közepén. Tehát az önkéntes áldozatot másokért csak jupiteri, tehát teremtő atyai tulajdonság segítségével lehet hozni. Ha ez nem működik, nem lesz áldozat. Mert ez a teremtéssel egyenértékű, attól csak léptékben, de nem lényegében különböző gesztus, hanem a saját érdekemről le tudok mondani, azért, hogy mással jót tegyek. Mert maga a teremtés egy ilyen jellemű mozzanat. Na most a másik, tehát az explicit, a kifejtett erőben léte Jupiternek a rák kellős közepén 15. fokán történik. Ez adja meg
az igazi lökés, az igazi hatóerejét a rák tulajdonságnak. Igen, ám, de van egy rejtett erőben, és az hol van? A vízöntőben. Ezt nem nagyon szokták